Az őszi szezont az ETFC az Újpest legyőzésével az ötödik helyen zárta. Ehhez az eredményhez kellett a jó kapus teljesítmény is. még Patrik nem először bizonyította, hogy megérte ez a legerszegre hozni. Az Újpest ellen az első félidőben hatalmasat védett, majd a második félidő 54. percében csongvai lövését ütötte szögletre. A sokszoros korosztályos válogatott hálóőr az ETFC kapujában élvezi a bizalmat, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy 2023-ban lejáró szerződését egy évvel meghosszabbította.